Még nem mutatta meg igazi arcát az ősz, az elmúlt hetekben a vénasszonyok nyarát éltük. Fűteni sem kellett nagyon, talán csak éjszakára. A fűtés szezon előtt el kell végezni a megfelelő előkészületeket minden típusú fűtőberendezésnél. Hangsúlyozta Papkunk Linóra tűzoltó főhadnagy, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság megyei szóvivője, illetve azt is elmondta, hogy a tavalyi, valamint az idei évben hány lakástűzhöz riasztották a vármegyében a tűzoltókat. 2022-ben 301 lakástűzhöz riasztották a Hajdú-Bihar vármegyei tűzoltókat, ide Püspökladányba 12-szer kellett lakástűz miatt vonulni, nagyon fontos, hogy figyelni a megelőzésre, idén már 5 lakástűz volt Püspökladányban, míg a megyében 222-nél tart a statisztika. Fontos tudni azt, hogy a kéményseprők le vannak terhelve, de még mindig nagyon érdemes kihívni őket, hiszen egy évben egyszer, bármikor is történik meg az ellenőrzés, át kell nézetni ezeket a fűtőberendezéseket, hogy megfelelően biztonságosak legyünk az otthonunkban. Nem csak a fűtésre kell a lakástüzek esetében gondolni, hanem arra is, hogy közeledik az ünnepek, sokkal többet tartózkodnak az állampolgárok otthon, sokkal többet főznek és több elektromos berendezést is használnak, amely mind-mind veszélyforrás lehet. Illetve nagyon fontos, hogy az ünnepek alatt a nyílt lángot is csak kellő odafigyeléssel használjuk, és soha ne adjuk felügyelet nélkül akár a mécseseket, vagy a későbbi adventi koszorút, mert mind-mind okozhat lakástüzet. Ide tartozik még például a dohányzás is, sok esetben ezért vonulnak a tűzoltók, mert egy nem megfelelően eloltott cigaretta csík okoz lakástüzet, és füstmérgezés lehet pillanatok alatt kapni. A lakásokba nem árt beszerezni füst, illetve szénmonoxid érzékelőt, hiszen ezek az eszközök életet menthetnek. A füstmérgezés ellen a füstérzékelők használata nagyon jó, hiszen pillanatok alatt jelez, hangosan sípolni fog, hogyha a lakásban füst van, akár a főzés miatt, vagy egy-egy elektromos berendezés gyullad ki, és azonnal a legmélyebb álmunkból is felkelt a füstérzékelő, és biztonságban el tudjuk hagyni az otthonunkat, illetve időben ki tudjuk hívni a 112-n a tűzoltókat, és ők hamar meg tudják fékezni a lángokat, nem fog az egész otthonunk a tűz martalékává válni. A fűtési szezonban, illetve még akár a nyári időszakban is sok helyre vonulnak, itt Ladányban is volt szénmonoxid mérgezés, a szénmonoxid érzékelők használata is rendkívül fontos, 10-15 ezer forintért már lehet egy szénmonoxid érzékelőt vásárolni, és akinek nyílt égésterű berendezése van, tehát látja a lángot a gázkazánnál, illetve olyan fűtőberendezés használ akár a fürdőszobában, akkor azt oda mellé ki kell helyezni, és az is hangos jelzéseket fogadni, hogyha szénmonoxid került a levegőbe. Ilyenkor is a 112-n kell bejelenteni ezt, és a tűzoltók méréseket fognak végezni, valamint ilyenkor általában a gázszolgáltató szakemberei is kivonulnak a helyszínre, és megvizsgálják azt, hogy mi okozta pontosan ezt a mérgező anyag levegőbe jutását. Természetesen itt gondolni kell arra, hogy megfelelőek legyenek a nyílászárók is, hiszen ha nem jut elég levegő a lakásba, akkor szokott általában ez a szénmonoxid megjelenni az otthonunkban. A tüzelőanyagok tekintetében szintén oda kell figyelni, mert nem mindegy, mit teszünk a kályhában a tűzre, és mit nem. Általában a problémát a kéménytüzek szokták jelenteni, és onnan indul át a tűz a tetőszerkezetre, és hogyha már a tetőszerkezet ég, akkor pillanatok alatt az egész ház éghet teljes teljedelmében. Fontos azt tudni, hogy csak is kizárólag olyan fát tegyünk a tűzre, amely nem kezelt, tehát nem lakkozott vagy ragasztott régi bútordarab, illetve különböző műanyagokat se tegyünk a tűzre, hiszen ezek lerakódásokat okoznak a kéményjáratokban, leszűkíti a járatokat, és emiatt visszaáramolhat a füst, illetve akár ki is gyulladhatnak ezek a lerakódások. Fontos tudni azt, hogy körülbelül két heti, úgymond szemétégetés akkora lerakódást jelent, mint akinél egész fűtési szezonban folyamatosan használja azt, és rendes fával tüzel, tehát olyan szinten leszűkíti a járatokat, hogy azonnal akár a füst is visszaáramolhat, illetve, ahogy már korábban mondtam, ki is gyulladhat ez a lerakódás.
lerakódás, úgyhogy ezért nem mindegy, hogy mit teszünk a tűzre. A ruhaneműk is ugyanígy a szemét közé tartozik, tehát hogy az sem szabad, hiszen az is valamilyen kezelésen átment, valami festék kerülhetett a rétegek közé, és ezek sem fognak teljesen elégni, tehát soha nem lesz olyan fűtő ereje sem, mint a fának, illetve ott maradt anyagok, műanyag részecskék vagy festékdarabok, azok mind-mind lerakódásokat okoznak.